Az utazási kedv lassan eléri a COVID-19 vírus és világjárvány előtti állapotot. Mint ahogy emlékezetes, a COVID-19 előtt óriási utazási kedv volt az egész világon. Én Magyarországon, csak hogyha a Clark Ádám téren a zebrára gondolok, nem tudtam egyszerűen autóval áthaladni, annyi turista ment keresztül ezen a zebrán. Na ez az időszak visszatérhet, de hogy a biztosítást hogyan kell megkötnünk, mire kell figyelnünk, erről kérdezem most Szekeres Csaba pénzügyi tanácsadót. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Visszatért az utazási kedv, az emberek egyre bátrabbak, lassan elérjük azt a szintet, mint a járvány előtti szint. Megváltozott-e egyébként az utazási biztosításoknak az ára mindenféleképpen? Azt gondolom, hogy megemelkedtek. De mik az utasbiztosításnak a kötésének a körülményei, vagy esetleg milyen másfajta új biztosítások elérhetőek? Igen, ahogy te is mondod, gyakorlatilag az emberek egyre többet utaznak, egyre többet mennek külföldre, és gyakorlatilag az utazási kedv lassan eléri a COVID-19 járvány előtti időszakot. Amiben talán a legnagyobb változás van, az a sztornóbiztosításoknak a területe. Ez gyakorlatilag egy olyan speciális biztosítás az utasbiztosításokon belül, hogyha valaki nem tud elmenni magára a nyaralásra, mert baleset éri, vagy betegség éri, vagy nehogy Isten például terhes lesz, vagy például ha már kint nyaral, és meg kell szakítania magát a utazást, akkor a biztosító ki tudja fizetni azokat a költségeket, amelyeket felmerülnek, így például a repülőjegy költséget, a hotel költségeket, és így gyakorlatilag a biztosítás egy olyan teljes körű védelmet tud adni az utazó családnak, mint például most nemrégiben egyik ügyfelemnél kiderült, hogy terhes, és az évelején lefoglalt nyaralását gyakorlatilag a biztosító visszafizette a számára, és itt már gyakorlatilag milliós költségekről beszélgetünk. Ez a COVID-19 előtt nagyjából úgy kellett elképzelni, hogy 10-ből 2-3 utazás volt ilyen sztornóbiztosítással lefedezve. A COVID alatt mindenki ezt akarta, ott 10-ből 11-en szerettek volna ilyen biztosítást kötni, hiszen nagyon kétséges volt, hogy el tudnak-e menni az adott utazásra, és most nagyjából a COVID-19 utáni időszakban azt lehet látni, hogy beállt, és az utazások több mint fele ilyen biztosítással van lefedve. Egyébként Csaba, ez egyfajta biztosíték is annak, aki el akar utazni. Eddig a repülőjegyeknél tudtuk azt, hogy van sztornóbiztosítási lehetőség a COVID-19 előtt is, akkor a biztosítóknak ez most tulajdonképpen egy újabb pozitívum, hogy érdemes biztosítást kötni. Beszéljünk arról, hogy ha az ember Európai Uniós országon belül utazik, akkor milyen utasbiztosítást érdemes kötni. Igen. Ami elsődlegesen nagyon fontos, hogy érdemes kiváltani az európai egészségkártyát. Erre a különböző Európai Uniós országokban az egyezmények miatt a sürgősségi ellátásra automatikusan javasolt. De nagyon sok olyan ellátási szolgáltatási terület van, ahol gyakorlatilag ez az európai egészségkártya nem ad teljes körű védelmet. Tehát például, hogyha ne adj Isten egy haláleset történik külföldön, akkor például a holttest hazaszállítása nem fedezett esemény. Ezekre az eseményekre érdemes utasbiztosítást kötni. Európai országokra nagyjából egyébként napi 1000 forint fejenként egy ilyen biztosításnak a díja, tehát nem egy nagy költségről beszélünk, ugye az utazás költségéhez viszonyítva, és gyakorlatilag például podgyászbiztosítás, baleset, egészségbiztosítás van ezekben, sőt egyre több helyen, például hotelekben elvárják az utazóktól a felelősségbiztosításnak a meglétét, hogyha valamilyen kárt okoz az utazó, akkor gyakorlatilag ezeknek a költségeknek a megtérítésére is segítséget nyújt egy ilyen utasbiztosítás. Szerintem érdemes arról beszélni, arról az esetleges sajnálatos eseményről, hogyha valakinek valami olyan tragédia következik be külföldön az életében, ami által sürgősségi ellátásra szorul. Halálesetről inkább nem beszélnék, de a sürgősségi ellátás az érdekes lehet. Ha van ilyen egészségbiztosítási kártyám, akkor mire vagyok egy Európai Uniós országban jogosult? Igen. Az alapellátásra jogosult ilyenkor a magyar állampolgár is, tehát gyakorlatilag a kórházba szállításnak a költségét, a kórházi sürgősségi ellátásnak a költségét tudja fedezni a biztosítás, de gyakorlatilag az azt követő orvosi ellátásokat, illetve például a hazaszállítást, hogy mondjuk itthon folytatódjon a terápia, illetve ugye a lábadozás, azokat már nem fedezi egy ilyen európai egészségkártya. Én ebből mindenképpen azt szoktam javasolni az ügyfeleknek, hogy érdemes megkötni emellé az európai egészségkártya mellé is magát az utasbiztosítást, hiszen az orvosi kezelések általában nem érnek véget azzal, hogy ugye az életmentő beavatkozásokat lefedi ennek a kártyának a lefedettsége, hanem azt követően még azért a lábadozás, a hazaszállítás, adott esetben, hogyha mondjuk egy lábtörésre van szó, akkor
akkor például egy ilyen utasbiztosítás a Business Society tudja finanszírozni, és gyakorlatilag feltett lábbal, kényelmesebben, sokkal kényelmesebben haza tud utazni a balesetet szenvedő ügyfél, vagy például, hogyha itthon szükséges ugye a további orvosi ellátást, akkor amikor már orvosilag indokolt, illetve engedélyezett az utasnak a szállítása, hogy gyakorlatilag haza szokták szállítani, és ezt a költséget is fedezi egy ilyen utasbiztosítás. Egy percünk van, de mondjuk én nagyon szeretném a kutyusomat is elvinni a tengerpartra, mert imádja a tengert, tegyük föl. Mire kell figyelni az állattartóknak? Igen, az elmúlt években egyébként megjelentek ezek, hogy ugye nem csak a családtagjaink, hanem a négylábú családtagjaink is velünk utaznak, és gyakorlatilag az ő állatorvosi kezeléseit külföldön egy baleset vagy betegség esetén tudja finanszírozni az utasbiztosítás, úgyhogy ha valaki a kedvencével utazik, akkor hogyha magára köt ilyen biztosítást és viszi magával a kutyáját, macskáját, akkor gyakorlatilag az ő rá vonatkozó fedezetekre is automatikusan kiterjesztésre kerül. De gondolom érdemes tájékozódni mindenképpen a különböző. Így van, teljes körűen ezt érdemes megnézni, hiszen ott vannak benne a limitek, illetve hogy pontosan hány állat, milyen költségekkel, mekkora finanszírozásra számíthat. Szekeres Csabának nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.